Az előző részek tartalmából. A nevünk Miles Upshur, és nyomozó riporterként bármire képesek vagyunk, hogy a történet mélyére ássunk. Senki nem mer eljönni ebbe a Mount Massive-vel meggyógyintézetbe, hogy felfedezze sötét titkát, csak mi csöngessünk fel, hátha kinyitják majd. Tessék. Szia Margit! Szia Gecival! József vagyok, elszánt újságíró. Hogy a jó kurva anyádat! Engedjél már be! Valaga szét lesz ugva, beszélek azzal a Zsolttal, az biztos! I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Mi bajod? Guard your life, son. You have a calling. Okay. Szóval ez itt a napi vlog. Jaj, bazd meg, most azért vagyunk itt, hogy kinyissuk a főbejáratot és elhúzzunk haza, ho-ho. Ez a fene gyerek lekapcsolta hazáramot. Senki nincs itt a karodjá. Azt hiszem ez nehezebb lesz, mint gondoltam. Ó, hogy az a jó édes. Most tuti be fogok állni ettől a cucctól. A kijárat a csatornákban? Szerintem annak még a közelében sem vagyunk. Halok látok! Mintha az állatkertből szöktek volna. Hó, baszd ki, ott jött velem szembe. Fussál, geci. Jaj, mi barát? Ez nem családbarát. Nos, üdv mindenki, amíg megkeresem a megfelelő mentést, addig bocsánatot kérek mindenkitől, aki szerette és követte ezt a sorozatot. Igazából folytattam volna, csak a technika ellenem játszott. A lényeg az, hogy most itt vagyunk. Oh, de furcsa ez a 60 FPS. Na, azt hiszem legutóbb valami beles gödörbe estünk, de a mentés ide rakott le. Na mindegy, én megértem, amúgy sem volt családbarát. Bár ez manapság már nem számít. Ó, te kis köcsök huszár, azt hitted meg tudsz ijeszteni. Na. Retek sötét van. Itt már világosabb. Hol vagyok? Olyan, mintha egy börtönben lennék, de ez egy elmegyógyintézet, nem? Ó, mi a szar, te meg mit szeretnél? Ó, baszki, engem hanyagoljál a viszketési panaszaiddal. Nem. Na nézzük, mi a retek van erre. Ó, na elmészte. Jobb, ha a másik irányba megyünk. Jaj, de örül nekem valaki. Azt a kurva. Haver, te egy hős vagy. Gyere, kiengedlek. Mindegy, azért puszi. Kiengedlek. Na azért hátrább az agarakkal baszod. Ó, elem boys. Ez nagyon fontos lesz. Elemek nélkül köbő semmit nem érünk. Elméletileg ilyen rádió közelében lesz majd, ha lesz. Ó, szevasz. Kukucska. Hol a Józsi, itt a Józsina, mit akarsz? Ó, mit próbálkozol? Úgy van, menjél vissza anyádba. Én elhaladok itt melletted. Na hanyagoljál most, mert párkányom vagyok. Ó, basszus. Ne ragaszkodjál hozzám. Most elejtettem a kamerát? Jó, nem. Ó, szia. Nem bántalak, ha te se engem. Minden cellát átnézek. Na, úgy tűnik itt nincsen semmi, ugorjunk.
Ó. Ó. Ez igen. Na, ezt felvettem. Hogy tudom megnézni? Ja nem, csak írtam egy feljegyzést. Köhöm, köhöm. A Soul Rider mindenhol jelen van ezen a helyen. A Murkovban futott egy Val Rider projekt névre hallgató kísérlet, de a páciensek úgy beszélnek Val Riderről, mint egy fizikai jelenlétről. Egy szellem, vagy még rosszabb, egy démon, valamit találtak itt a hegyen. Prétával fel tudtam volna vázolni a tudathasadásos téveszmémet, de épp megláttam valamit. Talán valami hiba volt a kameraképen. Vagy talán a hely teszi ezt velem. Mit? Én nem láttam semmit. Na ez érdekes volt. Azt hiszem ez egy zuhanyzó, ami azt jelenti, hogy itt valahol lejuthatunk a csatornába. Hops. Na itt sötét van, cserélek elemeket. Mi ez a random kórus? Itt is volnánk. Ez itt a csatornám. Szóval innen tudunk elméletileg kijutni. Ez érdekes. Ó, szevasz. Ha felugrassz, esküszöm, főrúglak. Jó. Na, úgy tűnik itt egy kicsit kúszni kell. El nem tudom képzelni, milyen szag lehet egyébként itt. Fűj, de fúj. Ez meg mi a szar volt? Hirtelen. Á, mindegy. Szóval. Ó, na ne basz. Ez lett volna a kijárat? Ezt elvileg Martin atya írta. Ez az Isten valódi. Tévedtünk a kísérletekkel, szellemekkel, őrültekkel kapcsolatban már oly hosszú ideje. Mi csak szándékosan tudatlanok voltunk. Saul szemeiben ott a félelem, és ha azon túlnézel, akkor valóban látni fogod. Ez a Val Rider ajándéka. Hát kösz, de én csak mennék már el innen. Ez a hely, az üdvösség útjára egy bűn, amelyre nincsennél nagyobb büntetés. Aha, tehát beszoktuk, és itt nem jutunk ki. Akkor viszont találnunk kell egy másik utat. A szem megvan. Szóval le kell eresztenünk a vizet. Zsír. Jé, mi a fasz? Zsolti, el se hiszem, hogy újra látlak. Rendes hiányoztál. Ó, úgy tűnik én is hiányoztam neked, basszus. Hagyjál békén. Hé, mi a szar? Véletlen újra töltöttem. Baszki. Jé. Basszus, merre fussak? Ha, ide nem férsz már be, barátom. Hát ez szomorú. Na, de nem baj, majd még gondolom találkozunk. Szóval ide meg már végképp nem férsz be. Jó napot! Ó, itt a csavarnivaló. És ezzel le is engedtük a vizet. Ha szerencsém van, akkor még, vagy 20 ilyen van hátra. Zsolti még mindig itt mászkál. Kicsit megnehezíti a dolgom. Gyökkettővel ez az, nehogy jövő hétre kijussak. Mi a szar most, minek jön vissza? Na jó van, tudod mit, fellöklek a francba, nekem nincs időm bujkálni. Áucs! Hallod, még egy ilyen és megsértődöm. És még van mersze üldözni. Zsolti, kezdem azt hinni, hogy nem is vagy a barátom. Jaj, mi a szar? Már megint ezek a rohadt ajtók. Francba már. Baszki, Zsolti, már elegem van belőled. Muszáj megutáltatnod magad? Dögöm, most megyek vissza az előző búvóhelyemre, ott le tudom rázni. Aztán settenkedhetek át a másikhoz.
aztán elméletileg szabad az út. Nos, ez is megvan. Itt el lehet bújni. Van egy olyan érzésem, hogy okkal. Van egy ötletem. Felvonom magamra a figyelmet, és elbújok a szekrényben. Amíg ő a másik szekrényben keres, addig kifutok, és futok egészen hazáig. Na hajrá! Hú, de ideges. Na most. Várj, mi a... Azt a kurva. Hé, ez nem volt a tervben. Áucs. Na basszus, erre nem vártam. Eddig előszeretettel játszották a hülyét. Na most van az, hogy rögtön üzve rohanok hazafele. Oké. Na ide már csak nem követ. Lent is volnánk. Kicsit sötét van. Ez sem egy barátságosabb hely. Fogynak az elemek. Valahogy túl kell élnem ezt a sötétséget. Remélem ez már a kijárat. Ó, kukucs. Napaszt meg, ez fájni fog. Hová tűnt? Ez mi? Érdekes. Előbb benézek ide. Jaj. I can tell we're the same. You still know it's real. The doctor's dead, you know that, right? Dr. Wernicke. Died before he even started working here. Dr. Wernicke. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. Ilyen kérdést se tettek fel még nekem. Egyenlőre még fogalmam sincs, mi történt. Ó, baszki. Úgy látom, magától senki nem jön ide le. Egyáltalán ki lehet innen jutni? Ó, hogy az a jó édes. Valami van a vízben. Érdekes hangok. Nyissad ki, ha már ennyire zajogsz. Na, ez legyen egy kijárat. Ó, hellózat. Veled sincs minden rendben. Na szóval erre. Na, itt egy feljegyzés. Már amúgy is gyenge, hideg, még mindig vérzik, de többé már nem fáj és szinte már csendes. Nem hallom a Varider többé. Ó, ez csodálatos. Nem emlékszem az álmaimra. Hát felkelés után 5 perccel valahogy én se. Azt mondom, hogy úgy tudok kiszabadulni erről a helyről, ha alávetem magam a terápiának. Na még az kéne. Egy megidézett démon áldozatai vagyunk. Hát ez azután, amit Martin atya mutatott, nem kérdéses. Kérlek, ne álmodjak. Az egyetlen pok... Hogyha meghalt írás közben, hogy írta oda azt a 3 pontot utána? Hümm.
Mi a franc? Ezt te most komolyan gondoltad? Ilyen vak sötétbe, hogy ne ijedjek meg. Na jó van, keveredjük el valamerre. Basszus, itt van Zsoltig is. Hát ez kurva jó. Lószart se látok. Oda kéne feljutnom. De ha felmegyek, Zsoltig egyből észrevesz. Kit érdeke? Szabadság! Ó, jaj ne! Mekkora egy barfasz vagyok már. Ó, ez nem lehet igaz. Na jó van, viszontlátás. Je akkor. Azt hiszem, kijutottunk. Ez már szerintem nem a csatorna. Hello. Figyelj engem, te aztán tényleg nem zavarsz. Ó, itt még folytatódik a csatorna. Ó, hát ez nem szép látvány. Hümm. És ki is értünk a csatornából. Ez a rész ennyi lett volna, legközelebb pedig innen folytatjuk. Azt mondták, a csatornából kijuthatok. Ez nem nagyon tűnik egy kijárat résznek. Na mindegy. Sziasztok!